Folyamatosan érkeznek Szerbia felől az egyre türelmetlenebb migránsok röszkére, amely az eső miatt sártengerré vált. A bevándorlók döntő többsége azon a résen érkezik Magyarországra, amelyet a Szeged Szabadka Vasútvonal üt a határkerítésen. Ezt az átjárót szüntetik meg várhatóan hétfőre egy vasúti kapuval. Egyébként jelentősen felgyorsult a migránsok elszállítása a gyűjtőpontról, a hét elején tapasztaltakkal szemben, amikor 4-5 óránál tovább is a szabad ég alatt várakoztak, most szinte azonnal buszokra szállítják őket. A járművek a határ közelében kialakított idegenrendészeti előállítókba viszik a migránsokat, ahol ellátást kapnak. Magyarország déli határához egyébként már 3800 katonát vezényeltek ki. Simicskó István honvédelmi miniszter kiemelte, a katonák feladata a kerítésépítés, továbbá a biztosítás a rendőrök mellett. A politikus úgy véli, a határzár nem elég, mellé élő erős védelemre is szükség van. Közben hegyes halomból és körmendről gyalog indultak el Bécsbe az A4-es strádán a migránsok. A menekültek nagy tömege miatt biztonsági okokra hivatkozva Ausztria péntek kora reggel lezárta a határát határátkelőt mindkét irányban. Magyarország felé időközben újra megnyitották az átkelőt, de az Ausztria felé vezető oldalon továbbra is érvényben maradt a lezárás. Az osztrák vasút egész hétvégére leállította a vonat Bécs és Budapest között. Még csütörtökön a migránsválsággal összefüggésben döntöttek arról, hogy túlterheltség miatt átmenetileg nem indítanak és nem fogadnak vonatokat a két főváros közt. A keletiben viszont nyugodt a helyzet. A nyugatra tartó, vonatra várakozó migránsok már nem a peronon, hanem egy szinten lejjebb a lépcső aljában gyülekeznek, ezért itt alakult ki hatalmas sor. A családosok elsőbséget élveznek, a szervezést arabul beszélő tolmácsok segítik, a várakozók az aluljáróban ellátást kapnak. Péntek reggel három vonat már elindult Ausztria felé.